akik jót cselekedtek, föltámadnak az életre, akik rosszat tettek, föltámadnak a kárhozatra. Ugye a mai világban, hát mindenkinek jár, hát például, hogy melegbe legyen, hogy legyen, amit egyen, hogy ingyen iskolába tudjon járni, hogy hát egészségügyi ellátást kapjon. És azt gondoljuk, hogy ez úgy magától érthető. Nem, szüleink, nagyszüleink sokat dolgoztak, és megteremtették ezeket a javakat, hogy amiből nekünk ez jut. De például Körösi Csoma Sándor, hallottatok róla, ő Enyeden végzett. És bár, hát úgy mondják, kurta nemes, tehát nem is egyszerű jobbágy családból származott, mégis, hát hogy mondjam, ő Enyeden dolgozott. Tehát ugye akkoriban nem gázkazán volt, hanem ezek a szegény diákot azért fogadták be az iskolába, és azért tanulhatott, mert minden nap vágta a fát, és befütött a szobákba. Tehát naponta 4-5 órát hasogatta a fát, rakta a tüzet, hát hogy iskolába járhasson. Nem ingyen volt az oktatás. Nagyon sokáig. Például ugye, hát Antal atyát ismertétek, ő zetelaki volt, és elmondta, hogy a Biza, az édesapja, szekeret megrakta krumplival, szalonnával, kukoricával, mindennel, és azzal vitte be, és minden hónapban vittek valami ennivalót a ferences kolostorba. Pedig a ferencesek azok tényleg nagy lelkűek voltak, és mondhatni ingyen, de többiek fizettek. Vagy a betegbiztosítás is. Tehát az, hogy most jár, köhögsz, jön a szuri, és meggyógyulsz. Lizió Szent Teréz, hát tüdőbajt kapott. És akkor nem is volt, nem is tudtak gyógyítani rajta, és szépen lassan, hát köhögött, aztán egyszer csak kezdett vért köhögni, és aztán teltek a hónapok, egy-két év, és 20 évesen meghalt, pont. Igen. Tehát milyen jó, hogy ez ma van. Tehát, hogy igen, valaki közületek bajban van, hát akkor segítenek az orvosok. Vagy az, hogy hát, hogy lehet melegbe lenni. Én, amikor akkora voltam, mint ti, hát Szeredába raktunk, és bizony elmentünk, szegények voltunk, és összeszedtük a fűrész korpát. Mosztott. Azt se tudjátok, hogy mi az. És szépen hazavittük, és tároltuk, hogy szárazba legyen. És akkor volt ilyen mosztos kályha. Szépen megraktuk, jól megdökböcsköltük. Fát kihúztuk a közepiből, meggyújtottuk. És nagyon hamar olyan meleg lett a lakásban, hogy fú, le kellett vetközni. De ez körülbelül 11 óráig, 12-ig tartott. Reggelre olyan hideg volt, hogy hát nem volt vécé, hanem hát az éjjeli edénybe vizet töltöttek, és a víz bizony belefagyott. Bizony. És minden reggel. És azzal kezdted, hogy gyorsan kiszöktél az ágyból, és nagyon-nagyon gyorsan, hát ugye, édesám mindig korábban kelt, és egy kicsi tüzet rakott, hogy ne fázzál. Így volt. És azt gondolom, hogy ez a jólét, hát oda vezetett, hát hogy egyesek nem értékelik az iskolát. Oda mennek, és vagy tanulnak, vagy nem. Van gyerek, amely karba teszi a kezét, és nem jegyzett el. Másik meg nem válaszolva kérdezik. Miért? Mert ingyen van. Ha meg kéne küzdjél, fizessed azért az óráit, akkor lehet, hogy lenne. Ismeritek Anna Máriát, ugye járt itten, Kovács Anna Mária, van 2 szép gyereke, férje, nem tudom miféle, és beiratkozott a
11. osztályba, mert annak idején nem volt neki kedve tanulni. És most két kicsi gyermek mellett, hát lakik Lokodon, bemegy udvarhelyre, udvarhelyről elment Szentegyházára, és meghallgatja az órát, felel, hogy átmenje, hogy neki is legyen érettségie, mert ő szeretne tovább tanulni. És akkor hát itt ugye mi vitatkozunk, hogy most a Leónak kell-e tanulni, vagy inkább nyomja a telefonját, nem? Vagy angyalka, mit csinál az órán, vagy mit nem. Igaz? Tehát én azt gondolom, hogy amiért ingyen van, azért valakik valamikor nagyon megdolgoztak. És ez az ingyenség, ez nem úgy van még a világ s két nap. Én szerintem ez nagyon hamar véget ér. Nagyon-nagyon hamar. Tehát, hogy ha így mennek fel a gázárak, háború van, minden, akkor lehet egyszer csak azt kell mondjuk mi is, hogy aki akar tanulni, az marad, a többi már össze hazamehet, oda-haza is lehet léháskodni, nem? Hogy ír ide a mai evangélium? Akik jót cselekednek, feltámadnak az életre. Akik rosszat tettek, feltámadnak a kározatra. Tehát Jézus se enged be mindenkit a mennyországba. Meg kell azért küzdeni. Tehát nem úgy van, hogy hát tanév végén így is úgy is valahogy átengedik a gyerekeket. Én azt kértem a tanároktól, hogy aki nem tud, annak adjanak rossz jegyet, és buktassák meg. Nagy-nagy szeretettel kértem az összes tanárt, mindenből. Legegyszerűbb tantárból is, nem tudtál, nem figyeltél, nem voltál ott, 4-es. Esetleg, hogy változó, lehet 3-as is. Hogy igen, hogy ébredjünk fel, hogy kezdjünk el tevékenykedni, dolgozni. Szeretni, nem? És ez azért fontos, mert ugye hát a mennyországba. A mennyország ajtaja nem azért, mert Isten ilyen szigorú, bezárom, és nem engedlek be, hanem azért az mindig be van zárva a mennyország ajtaja. De Jézus eljött, hogy megmutassa, hogy csinálhatsz te magadnak kulcsot. Mindenki magának. Szófogadásból, szeretetből, a párbeszéddel, hát az irgalmasság testi cselekedeteit kell gyakorolni. Mert Isten maga a szeretet, és csak azt tud bejutni hozzá, aki maga is szereteté válik. Ilyen egyszerű. Tehát az lenne jó, hogy egy jó, ragyogó, csillogó kulcs legyen mindannyiunk kezébe, a szeretet kulcsa, amit nagyon jól ismerünk, és nagyon jól ragyog, ki van fényesítve, hogy majd, hogyha esetleg oda kerülünk a Jóisten elé, akkor legyen, amit a kulcsukba benyomjunk, és elfordítsunk. Igen, Jézus megmutatta, hogy kell csinálni, de helyettünk nem fog tudni ő dönteni. Te döntesz. Holnap, már ma délután, az, hogy nekiülsz-e tanulni, holnap, hogy odafigyelsz, jelenkezel-e, hogy jelen vagy a tanulással, és a házi munka van, hogy igen, vállalod ezt, vagy nem vállalod. Tehát az, hogy neked most nincs kedved, hát ez az önzés, rólad szól a történet. Most azt mondod, hogy nekem van kedve, hát akkor az a szeretetről szól, mert én érted, megteszem. Álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz.